Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 25-ére. Az elmúlt napokban mi hölgyek úgy éreztük magunkat, vannak korlátozások, nehézségek. Ez egy olyan állapot volt, mintha előttünk lett volna egy kerítés, és mi elérkeztünk ehhez a kerítéshez, és úgy éreztük, nem megy tovább. Nem haladnak előre az események. Ez olyan volt, mint egy határ. Persze ez lehet utazás is, egyik országból átlépni a másik országba. De most sikerült áttenni magunkat ezeken a dolgokon. Átmásztunk a kerítésen, és ott vagyunk a másik oldalon, kezdődik egy új irány. Most megnyugszanak az események, figyelni fogjuk a dolgokat, kell a biztonság érzete. Most úgy érezzük magunkat, nem csak mi hölgyek, hanem a férfiak is, megvan a biztos talaj a lábunk alatt. Sőt, ez kihat a párkapcsolatra is, hiszen megvan a nyugalom, a biztonság érzete, megvan a harmónia a férfias és a nőies energia között. Viszont fontosak az érzelmek is. Befele tekintünk, új hold közeledik, és ez utalhat meditációra. Itt mély érzelmekről és a bizalomról van szó. De nem engedjük azt meg, hogy mások befolyásoljanak bennünket olyan értelemben, hogy kihasson az érzelmekre. Hiszen a mai napon van a holdnál egy Kemadruma jóga. Az azt jelenti, hogy a nap ugyan kihat a holdra, hiszen közeledik ez az új hold, viszont nincs külső hatás. Ez jelentheti azt, hogy egyedül érezzük magunkat, néhányan például magányosnak érzik magukat, mert nincs olyan hatás kívülről, ami az érzelmekre kihathat, de jelentheti azt is, hogy a mi saját érzelmünkben hiszünk, és nem engedjük azt most meg, hogy mások befolyásolják ezt. Hiszen ez kihat a döntésekre is. Saját magunkban bízunk, és azon dolgozunk, hogy meglegyen egy tartós párkapcsolat, meglegyen a biztonság érzete. És nem engedjük azt meg, hogy most mások bennünket elbizonytalanítsanak. Így megmarad a belső erő. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!